Nos hát, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és hát ebben a videóban itt vagyunk Bécsben, és igazából akik nem annyira szeretik a bécsi tartalmakat, illetve a külföldi tartalmakat, nekik most azt hiszem, hogy akkor a csatornámról egy ideig mondjanak le, hiszen most folyamatosan ilyen tartalmak jönnek. Ugyanis a mai nap nem csak úgy ide jöttünk délelőtt és megyünk haza este, hanem egy hosszabb időintervallumot fogunk itt tölteni. Ja, ott van a lejárunk, olyan rég jártam itt. Ugyanis most megveszem szépen a bécsi tömköz jegyemet, ugye ez a, hát nem is jegyet tulajdonképpen, hanem bérletet, ugye a Wienerlinien járataira, és aztán megyünk szépen haza, lepakulunk, lefürdünk, meg hasonlók, úgyhogy majd jelentkezem. No, hát igazából nem néztem utána, ez az én hibám egyébként, hogy most mi a helyzet itt a maszkozással. De úgy látom egyébként, hogy ez ilyen kérjük önöket, de nem kötelező kategória. Mindegy, ettől függetlenül, mivel majdnem mindenki a metrón használta, ezért én is. És a lényeg igazából, hogy az egyes metróval kellett jönnünk egy keveset, és ha minden igaz, akkor csak át kell szállnom itt a villamosra, és már otthon is vagyunk. Hát ezt majd még át kell látni, ez most még új ilyen szempontból. De lényeg igazából, hogy kb. 8 percet, ha metróztam. Mindig csodálkozom egyébként, hogy Bécsbe a metró hálózat az milyen jól ki lett találva egyébként. Már úgy értem, hogy tényleg sokkal jobb hálózat alakult ki, mint Budapesten egyébként. És ha a régi terveket megnézitek Budapest metróival kapcsolatban, akkor egyébként erre nálunk is minden esély megvolt. Csak nálunk mindig benn volt megjött ez a halogatás. Most azt kell kitalálni egyébként, hogy az egy dolog, hogy tudom a villamosnak a viszonylatszámát. Nekünk a Kláter felé kéne menni. Aha, szerintem ez a mi villamosunk egyébként. Mondjuk, ha nem, akkor mindjárt kiderül. Hol vagyunk? Sweden. Aha, ez a miénk. Jó, most ahogy egyébként tapasztalom, össze is jött az átszállás. Mármint, hogy rögtön ahogy leszálltam a metróról és feljöttem, rögtön jött az a villamos, ami nekem kell, de ha minden igaz, akkor nagyjából egy ilyen 20 perc a Hauptbahnhoftól. Ami tök kényelmes egyébként, úgyhogy király. Egyébként, hú de sok szó használom, hogy egyébként. Szóval át fogunk menni majd itt a Dunának egy ilyen kis mellékágán, és konkrétan ott is leszünk mi. Ennek a villamosnak meg, ahol én majd leszállok, onnan még egy megállója van, illetve hát a konkrétan a végállomás. Ez egyébként ugye a Práter. Hurokban fordul ez a villamos itt a Práteri végállomásán. Ezt mindenképpen meg akarom majd örökíteni. Ezen kívül pedig ez az este, amikor a Pintyőke Zsoltnak van a live-ja a 2B villamosról. És ha minden igaz, akkor mire ez a videó kiment, addigra ez a live le is zajlott, de valószínűleg visszanézhető, szóval akkor nézzétek meg. Egyébként nem ismerem mélyen az egyes villamosnak a viszonylatát itt Bécsben, de az biztos, hogy itt ezen a szakaszon, ami egy elég rövidke szakasznak tűnt onnan, ahonnan felszálltam, ilyen nagyon belvárosi, ilyen nagyon-nagyon szűk utcákban, az autós forgalommal együtt halad a villamos. A borzasztó idegörlő lehet egyébként itt vezetni, tehát rengeteg dologra kell figyelni, a parkoló autóktól kezdve mindenre, ezt látom is egyébként, de ha minden igaz, akkor már csak egy megállót zúdulunk, és már ott is vagyunk, ahol szeretnék lenni. Hát konkrétan a Práter ugye rohadt nagy, de mi nagyon közel leszünk mind a Vidán Parkhoz, mind mindenhez. Valószínűleg egyébként a mai nap folyamán, mert délután van, ezt nem tudom mennyire érzékelitek, lehet, hogy semennyire, a mai nap folyamán már így nagyon vissza a belváros felé szerintem nem fogunk orientálódni. 40-20-asokat akarok majd felvenni egyébként a holnapi nap. A 40-20-asok felvételében a mai nap szerintem nem lesz nagyon aktuális, de aztán majd meglátjuk igazából, ki tudja. Most mindenképpen egyelőre le akarok fürdeni. Most megyünk át itt a Duna kis mellékágán, aztán ott is vagyunk. No, most szépen lecuccolunk. Nem is tudom, már hanyadik emeleten vagyunk egyébként, de sokadik, arra emlékszem. Hát ilyen, hogy is nevezik ezt, ilyen csigalépcsős a sztori, régi típusú ház. Mondom, annyira nem esik ki a belvárosról, de nem is a belváros. Hát teljesen kultúrált egyébként a sztori.
második emelet. Igen, mondta a recepción a hölgy, hogy ajánlja a liftet, de én nem nagyon szeretem a liftet, hogy őszinte legyek. Volt gyerekkoromban egy ilyen traumatikus élményem, és azóta csak, ha nagyon-nagyon muszáj. Még egyet megyünk. Negyedik emelet lesz, már emlékszem. Nem baj, kibírjuk. Van egy hűtőszekrény, azt ide bepakolod a szépen a kis mit a téli szalámidat, a húsodat, vagy bármidet igazából. Tehát teljes mértékben kultúrát, így látjátok a tévét. Táskámat most lecuccoltam szépen. Tölteni fogok egy keveset, lefürdök, meg szerintem lehet, hogy alszom egy órát egyébként. Ja igen, hát most a kilátástól túl sokat nem fogok tudni nektek mutatni egyébként. Amúgy se lenne olyan hatalmas nagy extra, éppen tatarozás van. Úgyhogy sokat most nem fogtok látni. De ha nagyon akarnám, akkor kimásznék és akkor csinálnék egy képet, de annyira nem izgalmas. Soha ne csináljátok utánam azt, amit én csináltam, hogy felbaktattok a negyedikre, és utána rájöttök, hogy baromira nem vásároltatok, és mikor megeszitek a párotok által készített remek kolbászos szendvicset, amiben viszont csípős paprika van, és tüzel a szátok, hogy valami jó hideg gyümölcslevet igyatok, hát nincs, mert hogy nem vásároltatok, úgyhogy most lejöttem a villába, bevásároltam, aztán természetesen valami közlekedési tartalmat fogok kreálni, meg bemegyünk a városba, és a videó címével kapcsolatban pedig, bár tudom, hogy már jó ideje megy a videó, de reflektálok arra, hogy miért ez lett a cím. No, meg volt a átöltözés, meg bepakoltam a hűtőbe, és akkor beszéljünk arról, amiről tulajdonképpen kell szólni ennek a videónak, hiszen egy olyan címet adtam neki. Úgyhogy menjünk egy kicsit a zöldebb környezetbe, és akkor mondom is. No, azért itt csak hangulatosabb, nem? Felvenni a kis történetet. Én azt gondolom, hogy nagyon sok videó látott napvilágot a MÁV-ról valóban, amik nem voltak túl pozitívak. És akkor finoman fogalmaztam. De az az igazság, hogy mondhatjátok nekem, hogy bezzeg, amikor adták a kártyát nekem, akkor is megvolt a magam kritikája, nézzétek vissza a videókat, tehát az idő megszépíti az emlékeket, én azt szoktam mondani, mert ugyanúgy megvolt a kritikám, viszont ha tetszik, ha nem, ha elhiszitek, ha nem, valóban olyan ütemben torzult, illetve romlott a szolgáltatás nívója, ahogy a csatornámon egyre több ilyen videó lett. Ennek semmilyen köze nem volt ahhoz, hogy én most kapok-e kártyát a MÁV-tól, vagy együtt dolgozom-e velük, vagy nem. Tulajdonképpen én amikor kaptam a kártyát, már akkor elkezdtem nagyon éles kritikába átmenni, hiszen folyamatosan zavar volt, illetve folyamatosan probléma volt, és egyre nagyobb problémák voltak, és tulajdonképpen ennek a kritikának a többsége, illetve ez a negatív kritikának a túlsúlya, ennek a negatív kritikának a túlsúlya, igen, ez vitte tulajdonképpen oda a kettőnk közötti kapcsolatot, hogy nincs kapcsolat. Tehát lehet itt mindent mondani, meg mindent feltételezni, nincs összefüggés a kettő között. Persze tudom nagyon jól, hogy ezt most nyilvánvalóan azok fogják elhinni, akik eddig is elhitték, meg nem gondolták ezt, azok pedig, akik ezt gondolják, azoknak meg tök hótfölöslegesen pofázok, úgyhogy ezt ugorjuk is, skippeljük a történetet. A lényeg igazából az, hogy eljutottunk oda, hogy 2022-ben, és a mai nap is jó példa erre, remegni kell, hogy az embernek az elképzelése szerint alakul-e az útja. Az ember tervez. Én ma, most oké, nem egy hatalmas nagy dolog, de a páromat úgymond felkeltettem viszonylag korán azért, hogy én elinduljak, mert szerettem volna elérni a 1244-es személyvonatot Hegyeshalomból, hogy azzal tudjak jönni Ausztriába. Ehhez nekem a 1055-ös Eurocity-re kellett volna felszálljak, ami mozdonyhiba miatt 45 perces késéssel indult, azaz rohadtul nem értem el a 1244-es, csak a 1425-öst, úgyhogy tulajdonképpen tök fölöslegesen keltünk fel viszonylag korán, és akár kellemesebben is eltölthettük volna a reggelt, mint hogy azzal töltsük, hogy tulajdonképpen kapkodva öltözködünk, és mindenki megy a saját maga dolgára. Jó, most lehet azt mondani, hogy igen, ilyen előfordul, minden rendszernek megvan a maga zavarérzékenysége, és ezt a szolgáltatói részről, illetve a szolgáltatás igénybevevői részről is el kell fogadni, hiszen minden rendszernek megvan a maga zavarérzékenységi foka.
Na de, én azt gondolom, hogy van egy fajta határ. Nyilvánvaló az, hogy ez 1000 felé vezet ez a történet, tehát oda, hogy nincs pénz, oda, hogy ez nem az elmúlt 3 évben lett elcseszve, hanem az elmúlt 20-ban, és hasonlók. De tényleg az az érzés, amikor az ember remeg, már konkrétan, mert már így, egyébként én így mentem az Eurocityhez, komolyan mondom nektek, a 1055-ös Eurocityhez már úgy mentem, pont a Ricsivel telefonon beszélgettem, és ő a tanú rá, hogy tulajdonképpen meg se lepődtem, amikor láttam a kijelzőn, hogy 40 perc késést írnak már, és a keletiből el se indult a vonat. Tehát az ember már meg se lepődik, és már az ember reggel remeg azon, hogy vajon fog-e jönni a vonat, vajon odaér-e a csatlakozáshoz időbe, és a többi, és a többi. Azért 2 órás ütem van az EU-régióban, tehát nem órás ütem, nem mindegy, hogy az ember eléri-e vagy sem. És ugyanilyen volt, hiszen ebben az évben már 2-szer eljátszották azt, hogy az EU-régió is megérkezett szépen Hegyeshalomba, és az osztrák, vagy én nem tudom, ugye látom, hogy egyébként gyeseves táskával mászkáló általánosságban magyarul beszélni tudó vezérek veszik át a talentet, szóval nem igazán tudom, hogy most igazából az osztrák oldalon akkor ezek szerint gyesevesek viszik, hát lehet, nem tudom, annyira nem is érdekel, hogy őszinte legyek, de 2-szer előfordult az, hogy hiába jött be Hegyeshalomba a vonat, látszólag akadálytalanul, látszólag problémamentesen, mégsem vitte tovább az osztrák oldalon, mert hogy probléma volt a talenttel. És az ember ugyanígy volt, hogy 14 óra 25-kor jött be a talent, és ott láttam a vezért, aki átveszi, és tényleg azt lehet mondani, hogy remegtem, hogy ugye eljutunk ma még Bécsig, mert már így sem időben jutunk el, mármint hogy az általam tervezett időben, pedig én mindent megtettem ennek az érdekébe, és én azt gondolom, hogy ott van egy szolgáltatásnak a határa, amikor már ilyet érsz el, hogy konkrétan a szolgáltatásért, amiért te fizetsz, azért tulajdonképpen, és nem is túlzok, amikor azt mondom, hogy remegsz, hogy vajon ma megvalósul-e. Na ez a probléma szerintem jelenleg az állami vasúttal. Úgyhogy hát a másik nagy kérdés, ami gondolom felvetődik bennetek, mit keresek egyedül Ausztriába, és miért leszek most itt? Hát ez a kérdés az a kérdés, amire ebben a videóban és egyelőre választ nem tudok adni, mert hogy nem tudok, maradjunk ennyibe, de természetesen, ha bármi publikussá válik, arról úgy is fogtok tudni. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és hát találkozunk legközelebb is, és akkor is azt meg tudom ígérni, hogy egy osztrák tartalomba, mostanában osztrák tartalmakkal fogunk találkozni. Illetve hát ti, mert én minden nap azzal fogok találkozni, csak én kreálom nektek a tartalmat, és ti találkoztok vele. Azt a mindenit. Na sziasztok!